Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, sziasztok! Ez az eredményes élettalálkozó, és Ernő is szeretettel üdvözöl mindenkit, nem tud most itt lenni, úgyhogy be kell, hogy érjetek velem. És hogy is van a köszöntésünk, hogy kegyelem és békesség mindannyiunknak, akik itt vagyunk, és azoknak is, akik felvételről követtek minket. A Galácia levelet olvassuk. Abban a hihetetlen kiváltságban van részünk, hogy újra felfedezhetjük az örömhírt, az örömüzenetet. Az én személyes bizonyságom az, és ezt hadd osszam meg veletek, és aztán mondunk egy imát, és elkezdjük olvasni, hogy el kellett kezdenem újra tanulni az életet. Talán most harmadszor a kurta történetem során. Kiderült gyakorlatilag annak az üzenetnek az újrafelismerésén keresztül, ami mindannyiunk előtt ott van. Tehát most olvastuk már, de annak a fényében, hogy elkezdtük szó szerint komolyan venni, hogy csak egész egyszerűen összeadtuk az egy meg egyet, és kijött, hogy kettő. Rájöttem, hogy a gondolkodás módomnak a legalapvetőbb kategóriáit felül kell bírálnom. Mondok egyet. Mi kell ahhoz, hogy egy ember érvényesüljön az életben? Mi az emberi érvényesülés kulcsa? És ez a zsigereinkben van, hogy nem tudom, hogy mondjam, hogy elérek-e valamit, hogy meg tudom-e ragadni, hogy meg tudom-e csinálni. Valamilyen szinten az én teljesítményem. A fizetni akarok érte. Vérlázítónak tartom a gondolatot, hogy arra számítsak, hogy valami jön hozzám, amiért nem kell fizetnem. Fizetnem kell érte. És személyes hatékonyságot növelek, rendszerekben gondolkozom, amivel meg tudom sokszorosítani a saját kapacitásomat, embereket vonok be, amin keresztül hatástöbbszörözést érek el, de a gondolkodás, amiben vagyok, az, hogy nekem kell teljesítenem és elérnem. Valójában semmi nem történik azon kívül, amit mi vagy én megteszek. Valahol ez a zsigereimben van. Nem is tartanám igazságosnak, ha másképp lenne. És azt látom, azt fedezem fel, hogy a létünk legvégső rendje, amelyet Isten határoz meg, az egy olyan, amely egy másik szabály alapján működik. Egy másik törvény. Nem az érdem, nem a jár vagy nem jár, nem a teljesítmény alapján való megfelelés vagy elbukás, hanem az érdemtelen jóság, a meg nem érdemelt kedvezés a kegyelem alapján működik. És egy nagyon egyszerű kérdésben tudom megfogalmazni a gigászi különbséget a kettő között. Az egyik így hangzik, vagy igazából ez egy kérdés. Mi szeretnél inkább lenni? Vagy mi a valóság arról, ami lehetsz? Sikeres akarsz lenni, vagy áldott? Az életben való előrelépés az siker, vagy áldás? És én szó nélkül rávágtam volna még 5 évvel ezelőtt is, hogy siker. Amit Isten megáld. De alapvetően az van, amit te csinálsz. Ez Isten rendje. És ma már nem hiszek ebben. Ma azt gondolom, hogy mi valamilyen szinten résztvevői, statisztái vagyunk annak, amit Isten csinál, és az életben való előrelépés, az élet örömének, az élet birtokba vételének az útja az az áldás, hogy Isten csinálja. És nagyon érdekes, hogy a szívünket legmélyebben megérintő események azok, amelyek, hogy mondjam, érdemtelenül jöttek. Egy ember, aki
elbukja a befektetőjének a pénzét, és végig gondolja, hogy hogyan tudná ezt visszafizetni, hogy mit tudom én, 2,5 millió forintot kell élete végéig törlesztenie ahhoz, hogy azt az adósságot, amit egy félre kalkulált üzlettel létrehozott, ki tudja elégíteni. És csinál egy üzleti tervet, amivel megy a befektetőhöz, illetve nem a befektető, igen, a befektetőhöz, hogy kialakuljon egy jó, nem is tudom, egy jó feltételt, és elkezdi előadni, hogy fog törleszteni, és hogy milyen terve van rá, hogy az elveszett pénzt visszaadja, mire a befektető közli, hogy te viccelsz velem. Én egy kockázati befektető vagyok. Én ilyen pénzeket naponta bukok el, és ugyanilyen pénzeken többszörös profitot csinálok naponta. Jó volt az ötleted, nem jött be, lépjünk tovább. Elengedtem a tartozásodat. Nincs tartozásod. Kegyelem. Valami, ami meg nem érdemelt. Vagy egy koldus, aki amikor a kukában turkál és örül, hogy a közeli éttermekből odadobják ki a nemrég még friss kaját, és komoly maradékok vannak, és majd, hogy nem egy rendes kis főételt össze tud magának rakni, és egy jó napja van, és meglát egy lottószelvényt a kukában, és majdnem otthagyja, de felveszi, begyűri a zsebébe, és megfeledkezik róla. És aztán az újságos előtt, ahogy megy el, ki vannak írva a nyertes lottószámok, előveszi a szelvényét, és azaz. És a teri találatos lottószelvény van a kezében. Meg nem érdemelt jó tétemény. Valami az életünkben, amiért nem dolgoztunk meg. Valami, ami felettünk van. Valami, ami összhangban van azzal a szívünk mélyén lévő sóvárgásban, hogy ne kelljen megdolgozni érte, hogy ne kelljen fizetnem minden egyes darabjáért. Mert mindannyian átláttuk már, hogy az élet sokkal nagyobb annál, mint sem, hogy én le tudnám küzdeni, mint hogy én meg tudnék minden részének felelni, mint hogy én mindent helyre tudnék rakni. Ezért van a frusztráció, ezért van a szorongás. De az ember tudat alatt tudja, hogy az élet dolgai túl nagyok ahhoz, hogy kezelni tudjuk őket. Egyszerűen túl nagyok. Szükségünk van a kegyelemre, a meg nem érdemelt jó téteményre. És Isten valami ilyesmit mond nekünk, hogy figyelj, én így működök, én ajándékba adok neked mindent. Kész vagy elfogadni? Kész vagy szélirányba állni? Kész vagy összhangban élni velem? Mert én adok neked, én mindent neked adok. Hiszed-e? Hajlandó vagy-e megnyugodni, leállni és teret engedni annak, hogy én cselekedjek? Hajlandó vagy-e várni a küzdelemmel addig, hogy legalább esélyed legyen észrevenni, hogy én áldalak meg, és ha te nem is mozdulsz, én mozdulok helyetted. Ha te mozdulsz hitben, akkor én megáldom a mozdulatodat. De ha te fölállsz hitetlenségben, és azt mondod, hogy Isten, te úgyse segítesz rajtam, Isten, te magára hagytad ezt a világot, lehet, hogy magára hagytál engem is. Te nem vagy egy olyan, aki igazán törődne a részletekkel, ezért nekem kell, és fölállok hitetlenségben, és cselekszem Isten helyett, akkor Isten leül és megvárja, hogy mi lesz ebből. Én egyre gyakrabban döntök úgy, hogy nem állok föl, és nem veszem a kezembe, hanem leülök és megvárom őt. Nem vagyok tétlen, ez nem a konkrét tettekről szól, cselekvő ember vagyok azóta is, sok mindent teszek, de mindvégig azzal a gondolattal a szívemben, hogy ezt nem én csinálom, hanem Isten, nem tőlem lesz eredmény, hanem tőle, talán úgy, mint a mezőgazdász, aki elülteti a magot. Kinő az a mag néha úgy is, hogy csak odaesik a földbe, és kis esőre esik, süt a nap, és kinő. De jól akarjuk végezni, kis gödröt ásunk, beletesszük a magot, meglocsoljuk, amikor nő a gaz, kikapáljuk, de ennél sokkal többet nem tehetünk. Van részünk benne? Van. Isten úgy döntött, hogy részt ad nekünk az élet gyakorlati oldalában, de a növekedést,
a termést, a 10-szer, 100-szor annyi termést ki hozza, vagy mi hozza. Meg tudom én azt csinálni, hogy a magból kalász legyen, vagy a magból fa legyen, és a fa gyümölcsöt teremjen. Ezek felettem állnak. Ezek nagyobb dolgok nálam. Úgyhogy én magvető vagyok. A hit magjait vetem a saját életemben, és konkrétan számítok rá, hogy Isten cselekedni fog, és mindazt, amiért én azelőtt a véremet adtam volna, ő ajándékba adja. És az elmúlt 6 hónapomnak, fél évemnek az a bizonysága, hogy minden egyes alkalommal, amikor megálltam, hogy kivegyem Isten kezéből a fontos dolgokat, hogy kivegyem a kezéből, és én csináljam meg, minden egyes alkalommal, amikor ezt megálltam, egy pici késéssel, egyre rövidebb késéssel ő cselekedett és megcsinálta azt, amit én remélni sem mertem. És tetszik ez nekem. Hadd legyen ő Isten, én pedig az ő gyermeke, az ő áldottja. Hadd legyen ő Isten, én pedig az, aki elfogadok tőle. Hadd legyen a kegyelem, a meg nem érdemelt jóság, a meg nem érdemelt kedvezés, az életünk vezérelve, az életünk középpontja. Legyünk bátrak, legyünk merészek, annyira, hogy rábízzuk egy szerető Istenre az életünket. Hogy megelőlegezzük neki a jóságát, hogy elhisszük neki, amit az igében mond, és az egész életünket ráépítjük az ő személyére, az ő gondoskodására, az ő szeretetére. Tudom, hogy ehhez bátorság kell kiadni a gyeplőt a saját kezünkből, rábízni magunkat egy másikra, aki ráadásul láthatatlan, akiről ráadásul annyi fura dolgot hallottunk, akivel kapcsolatban ráadásul olyan fura elképzelések élnek a saját szívünkben. De ahogy ezt megteszem, ahogy elhiszem neki a jóságát, ahogy elhiszem neki a szeretetét, ahogy elhiszem neki a gondoskodását, csoda történik. Csoda történik. Úgyhogy hadd mondjak egy imát, és olvassuk Galácia levelet. Mennyei Atyánk, gyönyörű Istenünk, arra kérünk, hogy adj nekünk ma magadból, a te üzeneteden, a te szavaidon keresztül, hadd lássunk téged egyre világosabban, egyre tisztábban, hadd lássunk téged olyannak, amilyen tényleg vagy, egy szerető, egy irgalmas, egy kegyelmes Istennek, akinek a közelében jobb lenni, mint bárhol máshol, akire rábérjük bízni magunkat, akiben hiszünk, mert tudjuk, hogy szeretsz minket, akinek hiszünk, mert tudjuk, hogy szeretsz minket, akiben bízunk, mert tudjuk, hogy szeretsz minket. És csodát látunk, látni fogjuk a dicsőségedet. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Galácia 5.1. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába fogni. Íme én, Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Ez az, amiről múlt héten beszéltünk, és ez az, amiről azt ígértem, hogy még visszatérünk ide, mert annyira fontos és annyira nagyszerű. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Szabadságra mitől? Szabadságra a törvényrendszerétől. Ne engedjük magunkat újra a szolgaság igájába fogni. Minek a szolgaságába? A bűnébe? Nem, ez a szöveg nem a bűnről beszél. A szövegkörnyezet egyértelműen a törvényrendszere, vagy a kegyelemrendszere, a hit általi megigazolás rendszeréből beszél, ezt a kettőt állítja szembe. Azt mondja, hogy a törvényrendszere szolgaságra szül, és szolgák vagyunk alatta. És azt mondja, hogy ennek az ideje lejárt. Az Ószövetség nem volt tökéletes. Isten hibát talált benne. Az ő szavait használom. Sose volt ez a szövetség
terv arra, hogy az ember elfogadhatóvá váljon Isten előtt. Ez csak közbe jött, olvastuk Galácia levélben, hogy egy nevelőnk volt Krisztusra, és betöltötte a célját, ellehetetlenített minket, letörte az egónkat, semmivé tette azt az elképzelésünket, hogy mi a saját erőnkből, a saját teljesítményünk alapján tudnánk élni, arról nem is beszélve, hogy meg tudnánk felelni Istennek. A törvény tökéletes. Arra a célra adatott, hogy minden száj elnémuljon, hogy senki se dicsekedjen Isten előtt, hanem mindenki kész legyen elfogadni ingyen, kegyelemből, ingyen ajándékként az örök életet és vele együtt mindent. A törvény elvégezte a célját, elvitt minket Krisztushoz, és mint ilyen fölöslegessé vált, meghaladott lett, közel van az elmúláshoz. Ezt írt a zsidóhoz írt levél 8.8-tól, amikor az új szövetséget foglalja össze. És azt mondja, hogy az új, az megszabadít minket. És erről sokat beszéltünk, az új szövetség valódi szabadságot hoz. János evangéliumában olvassuk, hogy ha megismerjük az igazságot, az igazság szabadokká tesz minket. Meg kell ismernünk az igazságot, de az igazság nem a törvény szabályrendszere, amit hogyha értek, akkor utána szabad vagyok, nem a törvény szabályrendszer, aminek meg kell felelnem, rabságot hoz létre, félelmet és beszorítottságot. Az igazságot kell megismernem, de az igazság az Jézus Krisztus Róma 3-ban, mert ő igaz, és igaznak bizonyul a tetteiben, és igazzá teszi azt is, aki ő benne hisz. Ez az ő igazsága, hogy ő mindent elvégzett, és aki erre rátámaszkodik, aki hisz ebben, az életnek az ingyen ajándékát, kegyelmet, megigazulást kap ingyen cselekedetek nélkül. Ez az igazság. Ez az igazság, hogy az, ami az embernek a törvény alapján lehetetlen volt, azt Isten odaadta ingyen ajándékba. Teljes elfogadottság, akadálytalan szeretet, teljes áldás az élet minden szintjén. Fizikai, egészségi, anyagi, lelki, szellemi, kapcsolati, minden áldása Istennek, igen és ámen a mi életünkben. Ámulatos. Ugye, képzeld el, van egy olyan hátszeled, hogy a füleid elállnak. Valahogy így. És ez folyamatos hátszél, mint a passzátszél. Sose áll meg. Ez a tiéd. Ne hagyd, hogy elvegyék. Hogyan lehetne elvenni tőled? Úgy, hogy visszahajtod a fejed a törvény alá. Úgy, hogy megfeledkezel róla, hogy fiú és leány vagy, szeretett és elfogadott. És elkezdesz úgy gondolkozni, hogy vajon mi az, amiért ma Isten elítél engem? Vajon mi az, ami miatt én ma kiesek az áldásból? Mi az, ami miatt mindaz a szép, amit az eredményes élettalálkozókon hallok péntekenként, mégsem igaz rám? Ez a törvény. Amikor találok valamilyen feltételt, amivel diszkvalifikálom magam képzeletben, ne engedd, állj ellen. Úgy értem, Krisztus elvégezte, és azért végezte el, azért szabadított meg, hogy te aztán ebben a szabadságban élhess. Amikor ezt a szabadságot önként feladod, amikor visszahajtod a fejed a feltételek rendszere alá, ahol megint vádolhatod magad, valójában lábbal tiprod Jézus Krisztus munkáját. Azt mondod, hogy ez értéktelen. Azt mondod, hogy ezt át lehet lépni. Azt mondod, hogy ennek a hatása nem végső, nem végleges. Pedig az. És aztán Pál a szívünkre beszél. És azt mondja, hogy amikor kilépsz ebből, akkor egy olyan rendszert választasz, ami lehetetlen. Mert azt mondja, hogy ti, akik törvény által akartok megigazulni, ne gondold, hogy bármilyen szinten elfogadható lehetsz Isten előtt, csak mert egy kicsit jobban csinálod, mint valaki más. A törvény az olyan, hogy vagy mindent betartasz, hibátlanul, és akkor emelt fővel járhatsz, de megjegyzem, hogy csinálod vissza a régen elszúrt dolgokat, de mondjuk azt, hogy most sikerülne mindent betartani, akkor oké, de senkinek se sikerül mindent. Ha csak egy ponton elbuksz, elbuktál az egészben. Úgyhogy garantáltan átkozott vagy, ha törvény által akarsz megigazolni, ezt olvastuk a 4. fejezetben, mert átok alatt van mindenki, aki
a törvény alapján, a cselekedetek alapján akar megigazulni. Miért van átok alatt? Mert lehetetlen megfelelni. Mert ezen az alapon lehetetlen élni. Mert ez csak egyszerűen tönkreteszi az ember lelkét. És itt mondja a következőt, és szigorúan beszél velünk, és azt mondja, ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek, és megnéztük a görög szavakat, az elszakadtatok és a kiestetek, a kegyelemből kiestetek szavakat, és a lényeg az az, hogy egyetlen egy oka lehet annak, hogy az életünk, kicsit most sarkítok, de hadd sarkítsak, jó? Hadd, és aztán majd esetleg majd még igazítunk rajta. Igazából egyetlen egy oka lehet annak, hogy szívsz. A szívás szót ismered? Ez egy szakszó, keresztény szakszó, szívás, értem, nehéz élet, küszködés, újra meg újra visszagyűrűző kihívások, egy olyan élet, ahol nem jó este lefeküdni, és reggel nem jó felkelni. Egy élet, amiben sokszor gondolom azt, hogy bárcsak ne így volna, bárcsak másképp lenne, szükségtelen szenvedés, megmondom, hogy mi az oka. Az, hogy törvény által akarunk megigazulni, hogy visszahajtjuk a fejünket a törvény alá, és a kegyelemből kiesünk, a kegyelem rendszere, Jézus Krisztus, a bevégzett munka haszontalanná válik a számunkra. Miért? Mert nem választjuk, mert önként kilépünk belőle. Jó meleg szoba, kint nagyon hideg, és én kimegyek, és fázom, mint a kutya, és panaszkodom a hideg miatt. És Isten azt mondja, mi a szöszért jöttél ki, menj vissza! Gyere vissza a kegyelem alá! Hogyan? Hidd el, hogy megigazultál. Hidd el, hogy áldott vagy. Hidd el, hogy én veled vagyok. Felejtsd el végre azokat a gondolatokat, hogy nem vagyok veled. Én mindent elintéztem. Nincs már semmi akadálya annak, hogy a szeretetemet kifejezzem feléd. Hadd olvassam el a másik fordításban is ezt a negyedik verset, ami ugye annyira fontos. Azt mondja, akik közületek a Mózes törvénye által akarnak Isten számára elfogadhatókká lenni, azok elszakították magukat Krisztustól, és kiléptek a kegyelem hatóköréből. És én ezen gondolkoztam, hogy van ez? Most Isten ilyen háklis? Vagy hogy van ez? Hát most Krisztus kifizette a bűneinket. Minden el van intézve. Hát jól van, én nem hiszek benne, és akkor mi van? Jól van, én ítélgetem magamat, meg téged is az alapján, hogy mit csinálsz és mit nem. És ítélgetem Istent is, mert kivetítem rá, hogy ő is ítélget engem. Tehát ma például utál engem, mert ma nem imádkoztam eleget. Mert tegnap is utált, mert összevesztem a feleségemmel, és csúnyán beszéltem vele. És így, és ne így gondolkozom, és akkor mi van? Na és akkor mi van? Akkor mi van? Akkor már most haragudni kell rám? Vagy akkor most én már nem vagyok áldott? Vagy hogy van ez? Mert ez valami ilyesmit mond. Ez azt mondja, hogy amikor én a törvény által akarok megigazulni, és nem ilyen vallásosan mondom azt, csak fogom magam, elfogadok magam fölött egy törvényt, és ítélek ez alapján. Elítélem, vagy felmentem magam, elítélek valaki mást, és felmentek valaki mást. Értitek ezt? Tehát elkezdem jól, rosszul érezni magam az alapján, hogy én hogyan teljesítek. Magamra nézek, és azt mondom, hogy én annyira vagyok értékes, annyira vagyok elfogadható, annyira vagyok áldott vagy áldható, ahogy épp ítélem magam, ahogy épp teljesítek. És azt mondom, hogy Isten nem szeret feltétel nélkül, nem szeret, de ezt sem mondom így ki, csak érzem. Értitek? És ilyenkor Isten, ez a szövegrész azt mondja, hogy ilyenkor tényleg szívás lesz az életed. Nem ezt mondta? Olvassuk el még egyszer, ezt mondja? Hogy ettől lesz szívás az életem? Szerintem ezt mondja. Azt mondja, hogy akik közületek a Mózes törvénye által akarnak Isten számára elfogadhatókká lenni, és ugye persze ezt nem ilyen kifinomultan akarjuk, ezt ilyen sunyin akarjuk, hogy ahogy az előbb mondtam, nem fogom elmondani még egyszer, azok elszakították magukat Krisztustól, és kiléptek a kegyelem hatóköréből. Ez nem azt jelenti, hogy ott van valami jó,
ami rendbe hozná az életemet, ami fönntartaná engem, amire mindenki vágyik, és én kilépek a hatóköréből. Azaz nekem már nem jó. Nem ezt jelenti? Nem? Nem? Szerintem ezt jelenti. Úgyhogy elmondom nektek az önszivatás tökéletes képletét. Próbálj jó lenni. Próbálj megfelelni a törvénynek. Fogadd el a törvény rendszerét, és átok alatt vagy. Szívás az élet. És ezen gondolkoztam, és gondolkozzunk együtt, nem akarok most itt osztani az észt. Miért csinálja ezt Isten? Tehát miért nem tud olyan nagy lelkű lenni, hogy megváltottalak, Krisztus miattad halt meg, hogy te szabad légy, és hogy te ebben a szabadságban élhess, de te ebből egy büdös szót nem hiszel el, épp hogy csak megtértél egy pár évvel ezelőtt, de semmi baj, egy nyomorult életet élsz, mert semmit nem hiszel abból, amit én adtam neked. Tehát, hogy értem, ott vannak az ott vannak a vár rád, a megoldás, az ajándékok és minden, tehát ebből semmit nem hiszel el, és nyomorult az életed. És erre Isten azt mondja e szerint, hogy megengedem, hogy nyomorult legyen az életed, ahelyett, hogy ugyanúgy megáldanálak téged, aki egyáltalán nem hiszel nekem és bennem, ugyanúgy áldottá teszem az életedet. Melyik a helyes szerintetek a kettő közül? Tehát hiszek és áldott vagyok, nem hiszek és áldott vagyok. Miért nem? Tehát, hogy szerintetek miért? Tehát, ha Isten nem áldja meg azt, aki nem hisz, akkor ezt miért csinálja? Kérdezem másképp. Ha van gyereked, vagy lenne gyereked, jutalmaznád-e a gengszterkedéseit? Jutalmaznád-e a gengszterkedéseit? Tehát, hogy helyén való lenne, hogy ugyanolyan aranyos vagy vele, ugyanúgy megveszed neki az ajándékot, ugyanúgy megcsinálsz mindent, amikor ő mondjuk hazudik, jól megverte a húgát vagy a nővérét, nem is tudom, tűzzel játszott és megégette magát, miközben nem tudom hányszor mondtad neki, hogy ne tegye, nem is tudom. Tehát valami igazán gázos dolgot csinál, ami nem csak neked kényelmetlen, hanem úgymond az ő életét veszélybe sodorja, vagy konkrétan árt neki, és te ugyanúgy jutalmazod, és ugyanúgy puszi-puszi aranyos vagy vele. Akár ezt csinálja, akár azt csinálja. Szerintetek ez helyese? Miért nem helyes? Mert árt neki. Mert megtanul egy olyan szokást, olyan cselekedeteket, meg olyan dolgokat, ami árt neki, igaz? Igen. 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 Abszolút, ez jó. Ez jó. De szerintem ennél túlmutat az, amiről Isten beszél. Akkor hadd használjak egy másik példát. A férfi és nő randiznak, és láttunk már ilyet, nem? Tehát, és a nő mindent elvisel. A fickó... Hogy? A fickó, úgy értem, néha tündéri és aranyos, és a fehér lovon érkező herceg, néha meg olyan bunkó, hogy a kapa kilóg a szájából. Tehát olyan dolgokat megenged magának, hogy az félelmetes. Igazából egy ilyen kettősséget mutat. És a lány soha nem jelez vissza semmit, mindig ugyanolyan tündéri vele egyfolytában. Szerintetek ez jó-e? És megint kérdezem, hogy szerintetek miért nem jó? Bátorítja megint a helytelen viselkedést.
Jó. Ez se jó példa, mert ez meg mindig mindennel oda jutunk ki, hogy jól kell viselkedni, de nem ez a lényeg szerintem. Tehát ilyen szinten ez úgy igaz, hogy ha Isten bátorítaná a hitetlenségünket, akkor bátorítaná a hitetlenséget, mint helytelen viselkedést. Tehát ilyen szinten ez helyes szerintem. Tehát ez a párhuzam. Mert ha Isten bátorítaná a hitetlenséget, akkor azzal tönkretenne minket. De még nem érezzük elég jól ennek az egésznek így a kulcsát. Hadd hozzak még egy példát. Fordítsuk meg, férfi és lány. A lány mindig vádolja a párját. Mindenféle dologgal megvádolja, mindenféle dolgot képzel róla. Hogy megcsalja, hogy nem is szereti őt igazán, hogy csak azért aranyos, mert... Tehát, hogy gyakorlatilag mindig belegondol valamit a pasiba, ami valójában nincs is ott benne. Ha a pasi ezt sose javítja ki, tehát sose cáfolja meg, azt szerintetek jó vagy nem? Ez se jó. Mindig olyanokat mondok, rögtön lehet tudni, hogy nem jó, de miért nem jó? Tehát miért gáz, ha a pasi nem... Azért, mert nem fejlődne soha. Nem fejlődne soha, a lány nem fejlődne soha, oké? Mennyi esélye van a pasinak a lánynak megismerni a pasit, hogyha mindig az elképzeléseiben viszonyul hozzá? Mit fog megismerni a lány? Nem a pasit, hanem az elképzeléseit, a saját rémképeit. Tehát el kell, hogy jöjjön az a pillanat, ahol a pasi kiavítja a lány rémképeit, és szembesíti őt azzal, hogy akkor miért vagy velem? Tehát akkor hagyja el, ha ilyen ember vagyok, akkor, de nem vagyok. Tehát ugye te vagy gondold meg magad, vagy legyen itt vége. Mert én nem ez vagyok. Értitek? És a hitetlenséggel, amivel mi nézünk Istenre, a legnagyobb baj, az egyik nagy baj az az, hogy a saját életünk tönkre megy bele, mert maradunk egyedül, áldás nélkül, a törvény alatt, és persze aztán megyünk a mennybe, és ott majd színről színre fogjuk látni, hogy tök tévedésben éltünk egész életünkben, de az igazi szívás az az, hogy sose ismerjük meg Istent olyannak, amilyen. Soha nem alakul ki az igazi kapcsolat. Ha én megmaradok a törvény alatt, a törvény automatikusan torzítja Isten jellemét az én szívemben. Ezt értitek? Elmondom konkrétan. Amikor én a törvény alatt vagyok, és azt mondom, hogy ma bunkó voltam a feleségemmel, és meg van írva, hogy a férfiaknak szeretniük kell a feleségüket, mint ahogy Krisztus az egyházat. Na én aztán ma úgy nem, biztos, hogy úgy nem szerettem, hanem egész más csináltam, úgyhogy Isten ma engem rám biztos haragszik, tuti, hogy elítél, most vonta vissza az áldásait, na most van az, hogy gondolkozik rajta, hogy kirak engem a kocsiból, és ott hagy az út szélén. Ez a kis monológ, ez mi volt? Miközben én magamat ostoroztam a hibám miatt, mi volt ez még? Egy vádbeszéd volt Isten ellen. Ezt hallottátok, hogy ez egy vádbeszéd volt Isten ellen? Megvádoltam Istent azzal, hogy ő feltételesen szeret, hogy az ő szeretete elfogy, amikor én hibázok, és hogy ő hajlandó nekem rosszat tenni, csak azért, mert nem vagyok elég jó. Ezt értitek? Amikor a törvény rendszere alatt gondolkozol, akkor állandóan, automatikusan vádlod Istent. Vagy vádlod azzal, hogy rossz veled, mert nem vagy elég jó, vagy vádlod azzal, hogy jó veled azért, mert épp a hasznára voltál. Értitek? A feltétel nélküli gyermeki szeretett kapcsolatot beletiporja a sárba. Sose ismerjük meg Istent. Sose ismerjük meg őt, mint szerető apukánkat, aminek őt Jézus Krisztus bemutatta. Jézusnak a legfőbb tanítása az volt, hogy megmutatta Istent, mint az atyánkat, mint az apukánkat, aki gondoskodik, törődik és szeret minket. Hogy bemutatta önmagát, mint a barátunkat, hogy bemutatta önmagát, mint a gyülekezet vőlegényét, aki szerelmes és házat épít, és mindent megtesz azért, hogy az ő mennyasszonya mi az övé lehessünk. Értitek,
hogy muszáj a törvénynek mennie? Értitek, hogy muszáj tőle megszabadulni? Muszáj. Mert tönkretesz téged, ezt állapítottuk meg, és tönkreteszi a kapcsolatunkat Istennel. Ez szerintem nem lehet. Ezt ki kell próbálni. Rafi, valószínűleg nem hallatszott bele. Azt mondta Rafi, hogy ezt nem lehet megérteni, ezt ki kell próbálni. És én is ezt mondtam az elején, hogy merjünk bízni Isten szeretetében, merjünk lépni, merjünk kockáztatni, hogy amikor én nem vagyok méltó, akkor arra számítok, hogy most kapom a legnagyobb áldást. Ma voltam a legbunkóbb, és a mai nap csodálatos lesz. Ma Isten adni fog nekem. Miért? Mert feltétel nélkül szeret. Mert nem jutalmaz és büntet. Mert Jézus Krisztusban már megbüntetett mindent, és most már ő már csak jutalmaz, ő már csak ad. És egyetlen egy dolog az, ami megállíthatja ezt, az az én nemem, az én hitetlenségem, amikor én azt mondom, hogy ez nem igaz. És ez is csak azért állítja meg, mert Istennek muszáj valahogy, én erre jutottam, de ezt se akarom így végleg kimondani, de erre jutottam, hogy muszáj minket kondicionálnia arra, hogy mi az igaz és mi nem. Ha törvény által akarsz megigazolni, akkor hagynom kell, hogy szívj. Hagynom kell, hogy szenvedj. És végig ott vagyok a nyomodban, és csak fordulj meg, csak engedd el, és hidd el, hogy én azonnal és feltétel nélkül szeretlek. Bízz bennem. Mondj egy kicsi igent, egy imára, egy fordulásra vagy tőlem. És ahogy jössz, én minden csatornáját az áldásaimnak megnyitom az életedben. És talán az, amit most a végén mondtam, csak azért nem igaz, mert a hitetlenség és a hit nem egy döntés. Sajnos nem egy döntés, hanem egy meggyőződés, ami lassan épül. Lassan épült ki a hitetlenség bennem, és legtöbbször lassan épül föl a hit is bennem. A hit nem egy cselekedet, hogy én most akkor hiszek, hanem egy meggyőződés a valóságról. Ha te 20 éven keresztül azt hitted, hogy Isten egy szadista hajcsár, aki épp hogy csak életben hagyott eddig, akkor most, hogy tőlem hallottad, hogy nem az, majd úgy fogsz innen kisétálni, hogy megváltozott az egész hitrendszered egyik pillanatról a másikra. Dehogy is. Valószínűleg hónapokig és évekig kell hallgatnod az igazságot, a megszabadító igazságot, hogy a lelked elhiggye, hogy felülírja a rossz képeket, a rossz meggyőződéseket, és a hited elkezdjen összhangban lenni Istennel. És persze történhet csoda is, mehet ez gyorsan is, de azt halljuk, hogy a hit hallásból van. Ezt olvastuk, a hit hallásból van, és a hallás szó folyamatos igeig időben van, Róma 10-17-ben, hogy folyamatosan hallanom kell az igazságot, folyamatosan hallanom kell Krisztus beszédeit, és úgy nő bennem a hit. És akkor egyszer csak meg ott vagyok, hogy fölkelek reggel, és azt mondom, hogy azt hiszem, hogy Isten velem van. Igazából Isten velem van. Csak tudom. Annyiszor mondta, csak tudom, és íme a hit, és íme ott van, a hit. És aztán máshol meg azt mondja, hogy ezt a hitet is kapjuk. Lehet, hogy kérhetjük Istentől. Azt mondja, ugyanabban a drága hitben részesültünk, mint Péter, vagy bármelyik másik apostol. Ugyanaz a hit lehet a miénk. Uram, hiszek, mondta a százados, de segíts a hitetlenségemen. És ez egyszerű, ez csak természetes. De a lényege az, hogy a valóságot kell gondolnom Istenről. És azt hiszem, hogy ezt sem egy ilyen hideg távolságtartó matematikai módon, egy meg egy az kettő, matek példa, megoldjuk, Isten egyenlet, kiszámoljuk, hanem ez egy bensőséges kapcsolat a szerető atyánkkal, a legjobb barátunkkal, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a vőlegényünkkel. És ezt mondja a következő szakasz, és ide szeretnék tovább lépni. Azt mondja, ha a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által
hitből várjuk az igazság reménységét. Ugye szembeállítja a gondolkodásokat. Ha te a törvény alapján akarsz, a kegyelem semmit sem használ neked. De mi nem a törvény alapján akarjuk, hanem hit által, ugye így mondja, mi ugyanis a szellem által, a Szent Szellem által hitből várjuk az igazság, a megigazultság bizonyosságát, reménységét. A másik fordítás így mondja, mi ugyanis a Szent Szellem általi újjászületésben a hit alapján bizakodva várjuk, hogy Isten elfogad bennünket. És pontosan tudjuk, hogy ez meg is történt. Valójában ez azt mondja, hogy mi tudjuk, hogy el vagyunk fogadva Isten által, és ez azért volt, mert hittünk, a Szent Szellem újjáteremtett minket, minden a miénk elkényeztetett, áldott, hátszeles, kövér, jóképű, boldog, zsíros keresztények vagyunk. Igazságtalanul. Na jó, ezt nem. Kövérre hízott, boldog keresztények. Mert áldottak vagyunk. És ez nem egy módszer, hanem ez egy személyes kapcsolat, és ez a hatodik vers, és csak ide megyünk tovább, idáig jutunk. Nem jutunk ma tovább, de nem baj, mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, ami azt jelenti, hogy ismerem a törvényt, és a birtokában vagyok Isten szabályainak, és be is tartom őket. Nem számít. Azt mondja, hogy Jézus Krisztusban ez nem számít. De a másik sem számít, a körülmetéletlenség számít. Az se számít, hogy én pogány vagyok, és nem is ismerem a mózesi törvényeket, meg se fordul a fejembe, hogy betartsam őket. Ez se számít. A törvény betartása se jó, meg a nem betartása se jó. Nem, egy másik pályára kerültünk. De vajon milyen pályára? Mert ez, amit a vallás olyan jól ismer, és amit a mi régi természetünk is olyan jól kezel, ez nem számít. Nem számít, hogy mit csinálunk. Értitek? Nem számít. Hanem mi számít akkor? Csak a szeretet által munkálkodó hit. Azt mondja, hogy csak a hit számít. És most csúsztatok egy picit, mert a lényeg az a szeretet által. De most csak maradjunk itt. Csak az számít, hogy mit gondolsz Istenről. Hívjuk ezt hitnek, ez a hit, hogy mit gondolsz Istenről, mit gondolsz az ő rendjéről, mit gondolsz az ő valóságáról, és erről, és ezen keresztül igazából mit gondolsz az egész életről. Ugye ezzel kezdtem, hogy újra kell tanulnom az életet. Miért? Mert az élet alapját értettem félre. Ez az egyetlen nagy kérdés. Mit gondolsz? A hit, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés és a reménylet dolgok valósága, ez számít. Semmi más. Mit gondolsz a jelenről, és mit gondolsz a jövőről? Ez számít. Semmi más. Jó, de akkor miben higgyek? Bónusz válasz gyorsan, hogy senki se szorongjon, az evangéliumban. Mi az evangélium? Az, amit idáig ismételgettünk, hogy Jézus Krisztus mindent elintézett, mindent rendbe rakott, és neked mindössze hinned kell abban, hogy ez így volt. És ahogy hittél ebben, és ahogy ebben megnyugszol, minden végtelenül rendben van. Megigazultál. Olyan vagy, mint Isten. Wow! Na jó, várjunk, de akkor az előbb mondtál valami olyasmit, hogy azért ez nem ilyen hideg matematika. Tehát nem az van, hogy van egy ilyen módszer, hogy Istent hogyan kell megközelíteni, és akkor egyszer csak minden működik az életben, hanem ez egy kapcsolat, és ez erről szól, hogy az a hit, ami olyan természetesen és olyan csodásan számít, az igazából szeretet által jön létre, és kezd el hatni. Mit jelent ez? Hogy szeretet által? Az, hogy Isten szeret téged. És ahogyan szeret téged, ahogyan megtapasztalod a szeretetét, úgy kezd a te elképzelésed róla a helyére kerülni. És úgy kezd a te
elképzelésed róla, azaz a hited helyesen munkálkodni. Ezt értitek? A hitnek Isten szeretetéből kell táplálkoznia. Isten szeretetét kell, hogy lássuk. Isten szeretetét kell, hogy megértsük. Nem véletlenül mondja Efézusi levélben, hogy meghajtom a térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön, és arra kérem, hogy a gazdagságának a dicsősége szerint hatalmasan erősítse meg bennem a belső embert a Szent Szellem által, hogy az a belső ember, aki meg tudja ragadni Istent és az ő szeretetét, az erős legyen, ki csinálja ezt? A Szent Szellem. És utána azt mondja, hogy Krisztus lakjék a szívemben hit által, hogy mélyen belegyökerezzek Isten szeretetébe, sőt, az egész életemet erre a szeretetre építsem, hogy ezáltal képes legyek megítélni a szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét ennek a szeretetnek, amely egyébként meghaladja az emberi értelmet, de én mégis azt kérem, hogy átéljem, hogy megtapasztaljam, és így mégis valóságosan megismerjem Isten szeretetét, és így és ezáltal Isten töltsön be egészen. És innentől övé a dicsőség az egyházban Jézus Krisztus által, mert ő az, aki sokkal hatalmasabban tud munkálkodni bennünk, vagy benned, mint ahogy te kérnéd, vagy gondolnád. Isten szeretete a kulcs. Ki vagy te? Hogyan viszonyulsz hozzám, Isten? Bunkó vagy? Egy önkény úr vagy? Vagy egy szelíd, végtelenül irgalmas, végtelenül kegyelmes lény, aki lejött a mennyből, emberré lett, leélt egy csendes, visszafogott életet, aminek a végén kitaszították, megverték, megölték, azért, hogy neked megmutathassa, hogy hogyan is gondolkozik. Azért, hogy kifizethesse a tartozásaidat, azért, hogy te így soha ne kelljen, hogy meghalj. Hogy mind az, ami az evangéliummal a tiéd, az a tiéd lehessen. Ki ez az Isten? Ez a legnagyobb kérdés. Értitek ezt? Ezt a kérdést kell megválaszolnod újra meg újra, de nem a látásod alapján, nem a tapasztalataid alapján, hogy jaj, hát nem úgy alakult a mai napom, ahogy terveztem, Isten kitolt velem, és állandóan jönnek ezek a vádak a szívünkben, mert tudjuk, hogy ő tehet róla, és az élet meg nem úgy alakul, ahogy gondoljuk, és vádoljuk őt. És a törvény rendszere alatt vagyunk. Oda tettük magunkat, oda tettük őt, hitetlenségben élünk, ilyen közel a teljes áldáshoz, ilyen közel, ilyen közel. A másik fordítás így mondja ezt a hatodik verset, és ezzel be is fejezem. Ha ugyanis a Krisztus Jézusban vagyunk, és hát ott vagyunk, akkor sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem számít, csak is az a hit, amely az isteni szeretet által nyilvánul meg. Csak is az a hit, amely abból jött létre, hogy Isten mennyire szeretett minket. Elég nehéz időszakon mentem keresztül az elmúlt években. Azon találtam magam, hogy a törvény alatt vagyok, és átkozott. És azt hiszem, hogy megéltem ennek a legmélyebb bugyrait. Voltak napok az elmúlt években, amikor inkább szerettem volna halottnak lenni, mint élni. Eljutottam önmagam legvégére, a leges legvégére, ahol nem csak okosan tudom, hogy minden hit által van és kegyelemből, hanem ahol mély tapasztalati valóságban tudom, hogy ha Isten nem ment meg engem, ha nem adja ajándékba, akkor nekem annyi. Még egy napot élni nem tudok,
És ebben az időszakban volt néhány vers, amiben belekapaszkodtam reggel, amikor felébredtem, és a matató őrület elkezdte birtokba venni az elmémet. Csak úgy tudtam megállítani a gondolatok negatív spiráját, hogy elkezdtem Biblia verseket imádkozni. Nem tudtam önálló imákat mondani, mert az önálló imáim azok azonnal elindultak egy negatív spirálban, amit csak jobb volt nem újra gondolni. Úgyhogy elkezdtem Biblia verseket imádkozni újra meg újra, újra meg újra. Emlékszem, a Mi Atyánkkal kezdtem. Az se rossz, de ezzel folytattam, és ezt még a mai napig is imádkozom, amit az előbb mondtam nektek, hogy meghajtom a térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön, és arra kérem, hogy a gazdagságának a dicsősége szerint hatalmasan erősítse meg bennem a belső embert az ő szelleme által, hogy Krisztus lakik a szívemben hitáltal, a szeretetben mélyen meggyökerezzek, sőt, az egész életemet erre építsem, és ilyen módon képes legyek felfogni, mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység az isteni szeretetben, amelyet emberi értelemmel fel sem lehet fogni, de én mégis azt kérem, hogy átélhessem, hogy megtapasztalhassam, és ilyen módon igazán megismerjem ezt a szeretetet, és ilyen módon Isten betölthessen engem, aki a bennem munkálkodó erő szerint mindent sokkal hatalmasabban megtehet, mint ahogy kérem vagy gondolom. És bizony övé a dicsőség az egyházban, Jézus Krisztus által mindörökké. Amen. Csak azt mondom, hogy ez egy jó ima. Csak azt mondom, hogy ez egy jó ima. Mert ezt a szeretetet kell látnom. Ezt a szeretetet kell úgymond felemelnem. És ne értsetek félre, ha mindig a láthatókra nézek, ha mindig a saját szám íze szerint ítélek, ha gyors vagyok vádolni és ítélni, leginkább Istent, akkor nagyon könnyen nem látom a szeretetét soha. Mint az a lány, aki mindig tudta, hogy a pasi mire gondol, mindig tudta, hogy mit miért csinál, mindig tudta, valamilyen perverz módon egy belső fájdalom miatt valahogy be akarta igazolni, hogy őt nem lehet szeretni, és hogy aki időt tölt vele, az csak biztos valami önző, valami átverés, valami nem tudom, de ezt egyszer meg kell állítani. Meg kell állítanunk a saját szívünkben visszhangzó vádakat, amelyek cáfolják és tagadják Isten szeretetét. És ki kell őket cserélni az ő szavaival, hogy aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Amikor még az ellenségei voltunk, az életét adta értünk, akkor most, hogy megbékéltünk vele, hogy ne üdvözítene minket, hogy ne áldana meg minket, hogy ne hozna sálom békét az életünkbe. Az ember még a jóért se igazán adja az életét, de a jóért még talán valaki adná, de Isten a maga szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még ellenségei voltunk, akkor muszáj, hogy ezeket a gondolatokat elővedd. Muszáj, hogy ezeket gondold a fejedben visszhangzó kárhoztatás, ítélet és vádlás helyett. Mert különben sose látod meg Isten szeretetét, hanem csak a saját, sérült szíved hangjának a valóságában fogsz élni újra meg újra, újra meg újra. És az én személyes életemben volt néhány olyan visszhang, amit semmi más nem tudott leállítani, csak az, hogy Isten elvitt önmagam legvégéig. Ahol ezek az elképzelések, valahol a törvényben, az önmagamra nézésben gyökerező elképzelések csak egyszerűen megsemmisültek. De én ezt nem kívánom senkinek. Tehát kérlek, te legyél gyorsabb, legyél okosabb, legyél alázatosabb,
és halld meg ennek a szeretetnek a hívását már most, és bíráld felül a gondolataidat már most, mert semmi sem számít, hogy jó vagy-e vagy rossz, hogy tudod-e a törvényt vagy sem, hogy a magad szemében vádolható-e vagy-e vagy sem, hogy körülmetélkedtél-e vagy sem, nem számít, hanem csak is az isteni szeretet által megnyilvánuló hit. És ez olyan egyszerű. Kérdezd meg egy 6 hónapos kis babát, ha el tudná mondani, mondaná, hogy a világ kerek, mert anya ölel engem, apa ölel engem, a világ kerek, szeretve vagyok. Ez a mi világunk. A világunk kerek, szeretve vagyunk. Csak nagyon sok okoskodás van a fejünkben, nagyon sok gondolat, vélemény van odakint, és olyan gyorsak vagyunk hinni neki, és olyan gyorsak vagyunk elfelejteni, hogy megigazultunk, hogy szeretve vagyunk, hogy Krisztus mindent odaadott, önmagát és azzal együtt mindent ráadásba, hogy nem ő a probléma, nem ő az ellenség, ő a barát, ő a segítő atya, ő az, aki rohan feléd, amikor visszatérsz az eltékozolt vagyonnal, pontosabban anélkül, és csókol, és gyűrűt húz az ujjadra, úgymond zsebedbe nyom egy platina hitelkártyát, és ünnepséget rendez, és nem is hajlandó meghallgatni a vezeklésed dumáját, hanem csak azt mondja, hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek. Ez minden. Én elég gazdag vagyok ahhoz, hogy minden beleférjen. Csak higgy nekem, csak láss engem, annak, aki vagyok. És elég gazdag vagyok ahhoz, hogy minden beleférjen. Nem rövid a kezem ahhoz, hogy megváltsalak. Nem rövid a kezem ahhoz, hogy kiigazítsalak. Nem rövid a kezem semmihez. Csak higgy nekem. Amen. Amen. Mennyei atyánk. Mennyei édes atyánk. Apukánk, néha nehezünkre esik ennyire közel jönni, azt mondani, hogy api, segíts, nem tudom megcsinálni a matekházit, api, segíts, nem érem el a szekrényben a poharat, api, segíts, bekakiltam. Api, segíts! És közben ez az élet, hogy api segít. Api segíteni akar, apinak segítenie kell. Ő Isten, mi pedig csak emberek vagyunk. Ő ad, mi elfogadunk. Ő áld, mi áldottak vagyunk. Ő megigazít, és mi megigazultunk. Ő csodálatos, és mi pedig hiszünk benne, és hiszünk neki. Úgyhogy, ha még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor kérlek, tedd meg most. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus. Tudom, hogy te fizetted ki helyettem minden mulasztásom, minden hibám, minden bűnöm árát. Elfogadlak, mint a megváltómat. Elfogadlak, mint a fizetséget. Adj nekem örök életet, és add nekem azt az áldást, amiről most hallottam. Nem akarok ügyes lenni, nem akarok sikeres lenni, hanem önmagam akarok lenni, és áldott. Áldott. Hiszek neked, hiszek benned. Hiszek a szabadságban, amire megszabadítottál. És áldott akarok lenni. Nyitott kézzel élek, elfogadó kezekkel élek, jót várok, jót remélek, ma miattad, az evangélium miatt, a bevégzett munka miatt. Jézus Krisztus nevében. Amen. 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 Köszönöm a figyelmeteket.